Néma tiszteletadással emlékeztek meg a nemrégiben elhunyt városi kitüntetettekről, dr. Notejsz János nyugalmazott főiskolai docensről és dr. Kosztolányi Attila sebész főorvosról a képviselőtestület június 26-ai ülésén a napi rendek tárgyalását megelőzően. Tiszteletettel az önkormányzat és a képviselőtestület. Ahogy arról korábbi híradónkban beszámoltunk, Budai Lóránt polgármester a két ülés között történt eseményekről szólva adott tájékoztatást arról, hogy lengyel kollégájával megerősítették Jászberény és Szuha Beszkiszka 20 évvel ezelőtt kötött testvértelepülési megállapodását. A képviselőtestület ülésének egyik legfontosabb témája a vezetékes ivóvíz és szennyvíz csatorna hálózat üzemeltetését végző TRV ZRT éves munkájáról szóló beszámoló volt. Az anyagot áttanulmányozva véleményem szerint rendben van, tehát érthető. Inkább az abban foglaltakhoz kapcsolódóan fogalmaznék meg két kérdést. Az üzemeltetés biztonsággal kapcsolatban Bódis Béla képviselő egyrészt a tervezett ivóvízkút fúrásáról, másrészt a tavaly végzett vezetékdiagnosztikai vizsgálatsorozat eredményeiről tett fel kérdéseket az üzemmérnökség vezetőinek. A közbeszerzési eljárás az nem tudom milyen, valószínűleg már lefolytatódott, és ha meg lesz a nyertes, akkor ugye szerződés kötés után a kút megfúrása az megtörténik. Úgyhogy nagyon reméljük és nagyon bízunk benne, hogy minél hamarabb meg lesz. A vezetékhálózat diagnosztikai vizsgálatával kapcsolatban pedig kifejtette, hogy a munkálatokat az elmúlt év tapasztalatai alapján folytatják idén is. Sajnos a vezetékhálózat olyan elöregedett állapotban van, hogy a tavalyi teljes körű mérés óta is nagyon sok csődörésünk van, és ugye a hálózati veszteségünk az egy érdekes struktúrát mutatott, tehát volt egy időszak, amikor megállt, csökkent, de most már megint gyakorlatilag emelkedik. Tehát ez azt jelenti, hogy azokat a csőtöréseket, amiket ott akkor megtaláltunk, azokat ugye kijavítottuk, megcsináltuk, de sajnos keletkeztek mások. A TRV ZRT működési területén megkezdett felújítási projekt részeként Jászberényben is kiemelten foglalkoznak a hálózati veszteség csökkentésével. Felülvizsgálják majd a tervek szerint javítják a csőtöréseket, illetve cserélik a sok esetben már 50-60 éves tűzcsapokat, tolózárakat. A leírt anyagban ugye a csatornahálózat karbantartási munkáknál nem kis száma az átemelők javítás, de a dugulás az gyakorlatilag több mint napi egy, tehát elég nagy számnak tűnik. Gyakorlatilag az ok használói hiányosságok, vagy hálózati elavultság, vagy mind a kettő. Vannak Jászberényben olyan területek, ahol még régi betoncsövek vannak, még régi AC csövek vannak, amik természetesen okozhatnak problémát, főleg amiatt, hogy ha gyökérbenövések és egyéb dolgok miatt a beton gyűrű közé be tud menni a gyökér, és akkor ott tudulást tud létrehozni. De a műanyagcső, tehát a káncső, ami gyakorlatilag a településnek a 70%-án van, azokon nem szokott ilyen meghibásodás lenni, csak lakossági nem megfelelő használatú csatornahálózatból eredően. A főmérnök szintén kérdésre válaszolva hozzátette, dolgoznak a városi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésén is. Komoly eredményeket értek el abban, tette hozzá, hogy a minimális szintre szorítsák azonnan kibocsátott vízszennyeződés határérték túlépéseinek mértékét. Elmondható, hogy az ott dolgozó óvodapedagógusok, dajkák és minden ott dolgozó nagyon lelkiismeretesen, kiemelkedő szakmaisággal példaértékűen végzi azt a munkát, amit úgy hívják, hogy óvoda pedagógia, a gyermekeink óvása nevelése. Egy öntetű döntéssorozattal fogadták el a város szociális és gyermeknevelési intézményeinek beszámolóit a képviselők, köztük a városi óvodai intézmény beszámolóját is. Az alpolgármester mindezt kiegészítve hozzátette, kiemelt figyelmet kívánnak fordítani mind a munkakörülmények javítására, mind a dolgozók megbecsülésére. A következő időszakban is szeretnénk ezt a figyelmet megtartani. Az intézményeinknek az állapota most már kezd legtöbb helyen, legtöbb mértékben olyan helyzetbe kerülni, ami azért most már a kornak megfelelő, de azért még nagyon sok tennivalónk van. Ezt a következő időszakban nyilvánvalóan a forrásoknak a figyelembevételével majd még tovább javítanánk. Megválasztották a Városi Óvodai Intézmény új vezetőjét.
Az eddigi igazgató Beszteri Éva nyugdíjba vonulása miatt megüresedő helyre egyöntetű szavazattal Fodorné Muhari Nikolettát szavazták meg Jászberény képviselői. Egyhangulag Fodorné Muhari Nikolettát jelöli óvodaigazgatói megbízással. Gratulálok a kinevezéshez, és egyúttal természetesen köszönöm szépen Beszteri Éva intézményvezető sok-sok évtizedes munkáját, képviselőtestület nevében, a jászberényi szülők nevében és gyermekek nevében is köszönöm szépen áldozatos munkát, és a következő évekhez, évtizedekhez pedig jó pihenést kívánok, hogyha ez menni fog.